Veletek is felmerült a kérdés, hogy miért hívnak engem Royának. Szerettem volna egy olyan nevet használni, ami pontosan tükrözi, ki is vagyok valójában. Én úgy gondolom, sikerült is. A mottom, hogy légy fenségesebb a királynál, is jól mutatja, hogy én nem csak egy egyszerű kickboxer szeretnék lenni, hanem a legjobb sportolóvá szeretnék válni. És ezért sokat tettem idén is. Eredményeim szép számmal nőttek. Ráadásul kiléptem a komfortzónámból és a ringben is Európa-bajnoki címet tudtam nyerni. Amire nagyon büszke vagyok, mert beigazolódott, hogy a ring egy teljesen más világ, de ezt a legjobb tartom is, máshogy történnek a dolgok. Hiába vezet sokkal, ha a végén leütnek. Viszont a sok edzésnek köszönhetően megoldottam a feladatot, és bebizonyítottam, hogy a pont fighting stílus igenis megállja a helyét bárhol. Idei nagy célom a budapesti hazai rendezésű világbajnokság lesz. A szurkoló segítségét és biztatását kihasználva szeretném a felnőtt világbajnoki címemet megvédeni és együtt hallgatni veletek a himnuszt a dobogó legfelső fokán. Gyertek szurkolni a bokcsarnokba! Először ilyen selfie módban van a Royatér, és akkor utána a GoPro-val meg már nyomjuk ezzel le. Ugye támadjuk be Zsoltikát. Gyere Zsolti! Benne vagy a Royatérbe. Mondj valamit. Nagyon örülök, hogy hozhatok néhány nézőt ennek a gyereknek. Gyerekcsatornának. A Nickelodeonnak. Remélem, hogy sikeres lesz a 100, tehát ugye 200 nézőjével. Egy éve, egy éve. Már egy Zsoltit hallottuk. Végigkezdtünk Belgiumba. Esik az eső. Én kapuszinra nem gondoltam, hogy kell lenni. Megoldottuk a helyzetet. Fejvédőben közlekedek. Megérkeztünk a csarnokhoz. Reméljük, hogy rendőrök ma nem jönnek. De nem csináltunk egy kis jót. Reméljük, hívják rá a rendőröket meg. Azt kell tudni, hogy gyerekeket egy bácsi elkezdte lőzösni olyan hangnemben beszéltem, ami nem volt számomra megengedhető. Ezért érkeztük egy kicsit heccelni. Nem lehetett rámenni a tatamira, azért mi lefeküdtünk oda. És akkor kihívták a rendőröket ránk, mert tatamin ülünk. Azt a telefonhívást azért meghallgattam volna. A rendőrség kérem, hogy jöjjön ki. Miért? Mert három ember a tatamin ül. Azért ezt meghallgattam volna, de nem baj. Két órával ezelőtt ugyanazon a tatamin buddhózunk. Igen, két óra tényleg ott gondolsz. Na minél? Várjatok, Jenő. Nem normális. Mari, Mari, ando este corazón. Voy tras de tu mirada con mi reggaetón. Mari, Mari, ando este corazón. Voy tras de tu mirada con mucho sabor. Ott vannak a kupák. Aha. Megnyerünk kettőt, jól van.
10, odafigyelj! Zsolti szándékú tüzi játék. Még újongott a közönség, hogy nem találtam el. Majdnem belefogott a rugásba. Végeztünk, hát, na itt mondjak, imádok, főleg bácsik előbb is én, imádok. Tűzzel. Budapesten megérkeztünk. Nelly is megérkezett. Várja, ninózik, kapcsolt ki. Kapcsolt ki meg ninó. Gyere, Jenő, nehogy kikapcsolt. Jól áll a haja. Na, na, hazaértem. Már nincs iskola. Sajnos elkéstünk. Legnagyobb bánatomra. Töré dolgozhatott, azért meg kellett volna írni, de remélem, hogy nem holnap van azért órám, mert tanulni kéne rá, de jó van ez így. Megjöttünk Jenőke. Idején a célom a budapesti hazai rendezésű világbajnokság lesz. Szurkoló segítségét és visszatársát kihasználva szeretném a felnőtt világbajnoki címet megvédeni, és együtt hallgatni lehetek a himnuszt a dobogó legfelső fokán. Gyertek szurkolni a bokcsánatba! A kettőt az egyik jól, nem? Persze, szerintem a másik az jól. Ja, hát most szerinted ez lett a legjobb most? Aha. Yo, people, you have to watch the Royal TV.